Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök aktuális című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Mai műsorunk témája a turizmus újraindítása, indulása a koronavírus járvány után Hargita megyében. Itt ül velem a stúdióban Szabó Károly, Hargita megye közösségi fejlesztési társulás ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm. Ugye ennek a Hargita közösségi fejlesztési társulásnak oroszlán része van ebben a nagy feladatban, ami a turizmust illeti Hargita megyében. Megtudhatunk egy kicsit többet a társulásról? Természetesen. Tehát a társulás maga az 2009-ben jött létre. Az érdekesség az, hogy csak önkormányzatok a tagjai, jelen pillanatban 45 önkormányzat tagunk van Hargita megyéből. Hát ebben benne van a megyei önkormányzat is, városok és községek is. A fő feladata a megye turizmusának a promoválása belföldön és külföldön, illetve a turisztikának, a turisztika minden aspektusának a segítése, ami a kompetenciánkból kitelik. Nyilván az eddigi időszak az a turizmus számára az sok jót nem hozott, viszont igyekeztünk mi ezt az időszakot kihasználni, és olyan kezdeményezéseket útjára indítani, amelyek hosszú távon biztos, hogy meghozzák a gyümölcsöket. A mi társaságunk is szorosabbra fonta a viszonyát a megyebeli különféle területek szereplőivel. Az online világ lehetőségeit kihasználva nagyon sok találkozót szerveztünk panzióvezetőkkel, idegenvezetőkkel, utazási irodákkal, más megyéknek a képviselőivel, és mindig úgy szoktam mondani, hogy ez a turizmus olyan, mint egy puzzle darab, és akkor elkezdtük, mindig folyamatosan rakjuk ezt a puzzle darabot, ezt a puzzle-t, viszont soha nem lesz ennek vége, tehát azt tudni kell, hogy a turizmus fejlesztés az egy olyan iparág, ami nagyon hosszú távon működik, és mindig lehet valamit finomítani. Beszéljünk egy kicsit a Visit Hargita applikációról, ugye, amit a társulás fejlesztett ki, vagy indított el. Mikor is tulajdonképpen? Igen, hát gyakorlatilag egy másfél éve működik ez a Visit Hargita applikáció. Ezt a megyei önkormányzatnak az egyik pályázatából sikerült megfinanszírozni, és gyakorlatilag egy három nyelven működő telefonos alkalmazás is, ami felhő alapú rendszer, és gyakorlatilag annyira responszív, hogy bármilyen készülékről nézzük, akkor arra készülékre optimalizálja a tartalmát. Így van egy desktop verziója is, tehát hogyha valaki otthonról számítógépen böngészi, ennek a felületnek a tartalmát a visithargita.com oldalon elérhető, akkor teljesen egy használható rendszert kap. Jelen pillanatban egy olyan 7000 letöltésnél van egyébként az applikáció, ami Androidon is működik, és iPhone-okon is. Mi pedig kollégákkal egyetemben igyekszünk úgymond ezt a minél széles körűbb információkkal megtölteni, annak érdekében, hogy az ide látogató turista úgymond teljes körű információ ellátással legyen ellátva. Hát nagyon-nagyon sok minden van. A rendszer maga az úgy működik, hogy profilok vannak létrehozva, és ezeket a profilokat mi oda tudjuk adni bárkinek, aki ennek a tulajdonosa, tehát mondjuk, hogy egy kávézó vagy egy szálláshely szeretné a saját felületét karbantartani, eseményeket meghirdetni, fotókkal frissíteni, akkor ezt megteheti, és mi erre is biztatunk mindenkit, hogy mindenki a saját oldalát egyébként gondozza. Ez egy három nyelven működő rendszer, és hogyha valaki letölti, akkor olyan nyelvű rendszert kap, amilyen nyelven a telefonbeállításai vannak, tehát hogyha valaki angolul használja, akkor egy angol nyelvű Visit Hargita alkalmazást fog kapni. Értem, tehát akkor ez egy sokkal egyszerűbb, mint ahogy én azt elképzeltem, tehát akkor nem ti töltitek fel az információt, hanem mindenki saját maga, de az, hogy ki akar ebben részt venni, ennek van valamilyen feltétele? Tehát ki kerül bele az applikációba, vagy milyen programok kerülnek bele az applikációba, vagy események, tevékenységek?
Gyakorlatilag ebbe bármi belekerülhet, ami egy turistát érdekelhet. A alapjáraton mi töltjük fel a rendszert, de amikor már létre vannak hozva a profilok, ezeket át tudjuk adni. Hát a szálláshelyek, vendéglők, cukrászdák, kocsmák, szabadidő eltöltésére alkalmas szolgáltatók, tehát itt gyalogtúrázók, lovaglás szervezők, idegenvezetők, akkor gyógyszertárak, stb. Stb. Tehát rendezvények is. Tehát gyakorlatilag, aminek, miről úgy gondoljuk mi, hogy egy turisztikai értéke van, az itt megtalálható ezen az alkalmazáson, vagy ennek a rendszernek a kereteiben. Ahhoz, hogy új turistákat csalogassunk ide, hogyha valaki beírja, hogy Hargita az internetben, akkor ez fölugrik ez a lehetőség, vagy hogyan népszerűsítitek? Tehát a népszerűsítés az elsősorban online felületen zajlik. Nyilván vannak nyomtatott anyagaink is, viszont igyekszünk ezt mérsékelni, mert én úgy gondolom személyesen, hogy az online-nak nagyobb az átütő ereje, és bármikor gyorsan frissíthető is. Nyilván van egy Facebook oldala ennek a Visit Hargita applikációnak, ahová egy úgymond közösséget építünk folyamatosan a megyebeli fotós társadalomból. Mindenki nagyon szívesen adnak és jó minőségű fotókat adnak, amiket mi ki tudunk posztolni a Visit Hargita Facebook oldalon, és amihez ragaszkodunk, az a jó minőségű tartalom folyamatosan. A népszerűsítés, amíg még lehetett, ugye vírus előtti időszakokban mi nagyon sok kiállításra jártunk, turisztikai vásárokra, belföldön és külföldön egyaránt. Több országban voltunk, belföldön is több kiállításon voltunk, és hát itt ezeken a rendezvényeken folyamatosan építjük a kapcsolati hálóját, ami a hargitai turizmus fele irányul. Mi a helyzet most a turizmussal Hargita megyében? Mert hogy azt mondhatjuk azt, hogy teljesen nullára csökkent, vagy azért voltak próbálkozások? Mondhatjuk. Hát az tudott élni a lehetőséggel bizonyos mértékig, aki vállalta azt, hogy az ő szállásadó helyéből karanténszálló lesz. Okay. Ők erre egy elég elfogadható anyagi támogatást, vagy anyagi ellenjuttatást kaptak a román állam részéről. A szolgáltatóknak a zöme az kihasználta ezt az időszakot, és olyan fejlesztésekre fordította az idejét, amire máskor nem volt ideje. Nagyon sok helyen felújítottak, meszeltek, rendbe rakták az online felületeiket. Ezt egy olyan időszakban, amikor szezon van, és a turisták a kilincset adják egyik a másiknak, nem nagyon van erre idő. Most bízunk abban, hogy ahogy ezek a korlátozások szűnnek meg, akkor egyre inkább visszatérnek a turisták is. Azt azért tudni kell, hogy a bizalmi index nagyon lecsökkent, tehát ami a turizmust illeti, de hát mi itt úgy érzem én, hogy lépéselőnyben vagyunk, hiszen nálunk nagyon sok az olyan szolgáltató, amely kisméretű. Tehát egy családnak alkalmas szálláshely, vagy egy baráti társaság számára alkalmas szálláshely, és mivel az egész megyének a jellegzetessége az, hogy természetes környezetben vagyunk, én bízom benne, hogy a turisták előszeretettel fogják választani Hargita megyét. Történtek-e más kezdeményezések esetleg, vagy más projektek annak érdekében, hogy ide csalogassuk őket? Igen. Mi jelen pillanatban is egy családbarát, tehát egy barátságos szálláshelybe azonosító kritériumrendszeren dolgozunk. Ez most már nagyjából 95%-ban ki is van dolgozva, és ezt tervezzük egyébként, hogy egy friendly, tehát egy barátságos Hargita kezdeményezést indítunk útjára, de ezt nem szeretném még szétkürtölni és lelőni a poént, hogy ez miről is szól. Értem. Tehát az, hogy
Végül is nem lehet még felmérni, hogy mikor tud. Mondjuk 15-e után lehet, hogy akkor többet lehetne erről mondani. Én úgy gondolom, és ez a személyes véleményem, hogy nem fogunk oda visszajutni, ahol az előző években voltunk. És a szállásadó helyeket is, meg a szolgáltatókat is arra biztatom, hogy fektessenek a minőségre, mert azok, akik a minőséget úgymond előnyben részesítik és megbecsülik, azoknak a tevékenysége fennmarad. Mert tehát itt két lehetőség van, vagy a barátságos és elszigetelt szálláshelyet választjuk, vagy pedig a nagyon magas színvonalú szálláshelyet, amely megengedheti magának azoknak az óvintézkedéseknek a maximális betartását, amelyeket most megkövetel a törvény. Az elmúlt 2 vagy 3 hónapban, ugye, amikor ti sem végezhettétek rendesen a dolgotokat, akkor hogy sikerült a tevékenységet átformálni? Gondolom online felület. A turizmus és annak a népszerűsítése zömmel amúgy is az online térben zajlik. Tehát szinte mindegy, hogy én hol vagyok egy laptoppal, amelyiken van internet hozzáférés. A világ bármelyik pontján lehetek, és ugyanazt az eredményességű munkát el tudom végezni. Mi ezt az időszakot arra használtuk ki, hogy nagyon sok ilyen online találkozót szerveztünk, és nekünk ez ilyen szempontból jól is jött ez az időszak, mert most volt ideje mindenkinek ezeken a találkozókon részt venni. Nagyon nehéz összegyűjteni 50 embert a szakmából egy konferenciára. Nekünk viszont ez sikerült. Hát az egyik legnépszerűbb online találkozónk az arról szólt, hogy meghívtunk egy úriembert a Hargita megyei közegészségügyi hivataltól, az DSZP mindenki, ahogy igen, ismeri, aki válaszolt a szállásadóknak a kérdéseire, tehát szállásadók, vendéglátóhelyek, hogy melyek azok az biztonsági óvintézkedések, egyrészt amelyek kötelezőek, kötelező betartani, és melyek, amelyek csak javallottak. De nagyon sok kérdés merült fel a szolgáltatók részéről, és ezeket én úgy érzem, hogy ez nagy rész sikerült is tisztázni. Hát nyilván ez egy olyan jelenség, ami folyamatosan változik annak függvényében, hogy vagy szigorítanak, vagy enyhítenek a restrikciókon. Uh-huh. De hát ez is egyfajta olyan úgymond lépés volt a szolgáltatók irányába, ahol mi megkönnyítettük az ő munkájukat, vagy oszlattuk a ködöt, ami ezt az időszakot jellemezte. Ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy a szállásadókkal, vagy az éttermekkel a kapcsolattartás, az hogyan működik tulajdonképpen? Ők keresik fel a társulást, és tanácsot esetleg, vagy tanácsot kérnek? Van ilyen jellegű tevékenység a társulásnak? Van. Viszont zömmel mi vagyunk a kezdeményező fél, ezt azért tudni kell. Tehát szállásadó helyek is keresnek meg, általában olyankor, amikor valamiféle segítségre van szükségük, mi, ha tudunk, nagyon szívesen segítünk. De például az elmúlt másfél évben hát legalább 40 szállásadó helynek segítettünk a minősítést megszerezni a Turisztikai Minisztériumtól. Azon kívül, ha olyan tartalmat látunk ezeknek a szállásadó helyeknek az online felületein, vagy a közösségi médiájukon, amely megosztásra alkalmas, akkor ezeket mi nagyon szívesen megosztjuk, hisz én mindig azt vallom, hogy 1 + 1 = 3. Tehát, hogyha összeadjuk azt a tudást és kompetencia készletet, amivel ők meg mi rendelkezünk, akkor sokkal nagyobb eredményt vagyunk képesek elérni, mint egyenként. Egyébként mi a legnépszerűbb kikapcsolódási tevékenység itt Hargita megyében? Most nem a helyiek számára nyilván, mert ők igen, tudják, hogy mi merre van, de hogy a külföldi turisták például. Hát ide elsősorban 80%-ban a megyébe belföldi turista érkezik. De hát itt azért nem mernék kiemelni egy vagy több attrakciót, de nyilván a legnépszerűbb az a Parajdi sóbánya.
oda évente 500-600 ezer ember ellátogat. De tehát én, mivel hogy ilyen természet közeli hely vagyunk, akkor nyilván a természeti attrakcióink azok, amelyek a népszerűbbek, és amikor visszatérő turistákról van szó, akik már kipipálták a Gyilkostó, Békásszoros, Szent Annató háromszöget, akkor, és tetszik nekik a vidék, akkor elkezdenek úgymond nézelődni olyan lehetőségek iránt is, amit addig nem ismertek. És rengeteg minden van ebben a megyében, tehát nem csak természeti, hanem épített örökség is. És az utóbbi időben a helyi gasztronómia is egyre inkább fejlődik. Tehát ha csak azt veszük, hogy a Székely Termék Mozgalom milyen sikereket ért el, és milyen ismertségre tett szert, ez egy elképesztő dolog. Mi mindig biztatjuk a szállásadó helyeket, hogy a reggelinél szolgálnak fel olyasmit, ami itt a környékről van, 30-50 kilométeres környéken megtalálható sajtfélék, lekvárfélék, szörpök, ezek mind olyan dolgok, amit nem kap meg máshol. Aki nagyon sokat utazik, az egy idő után rájön, hogy a szállás helyeken mindig ugyanaz a reggeli. Tehát sonka, vaj, lekvár, és egy idő után ezt azért meg lehet unni. Itt nálunk viszont vannak ilyen különlegességek, amivel máshol nem találkozik. Jó van, én köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. És sok sikert a turizmus újraindításához. Bíró Barna Botondot, Hargita megye tanácsának alelnökét választották a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás elnökévé. A következő időszak kihívásáról és a turizmus fejlődésének fontosságáról beszélt. A következő időszaknak az egyik fő kihívása az lesz, hogy hogyan találjuk meg a turizmus terén azokat a kitörési pontokat és azokat az együttműködéseket, amivel Hargita megyét egy magasabb szintre fogjuk emelni, hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt 2 hónap, 3 hónapban koronavírus kitörése, járvány kitörése óta a turisztikai szektor az, ami a leginkább megsínlette az egész járvány helyzetet, és polgármester urakkal, a megye polgármestereivel azon dolgozunk, hogy közösen tudjunk megtenni mindent, ami a rendelkezésünkre álló eszközök megengednek, hogy segítsük a megye turizmusát. A következő időszakban főképp belföldi turistákra számítunk, hiszen azt látjuk, még a határokat nem nyitották meg, és valószínűleg lassabban fognak érkezni a turisták, mint máskor, hiszen most szezonban vagyunk már, és még mindig ugye a turisztikai helyek nem nyithattak meg, illetve csak akik megnyithattak, csak bizonyos tevékenységeket végezhetnek. És fontos az is, hogy a következő évekre, az Európai Uniós kiírásokra, az Európai Unió 2020-2027-es költségvetési időszakába úgy fel tudjunk készülni, és olyan életképes projektekkel, amivel Európai Uniós pénzeket tudunk hasznosítani annak érdekében, hogy a Hargita megyei turizmust fejlesszük. Hargita megye egy biztonságos megyének nevezhető. Láttuk azt, hogy a koronavírus Romániába a legutoljára érte el Hargita megyébe, és azt lehet mondani, hogy a lakosságnak is köszönhetően egy felelősségteljes hozzáállást tanúsítva jól átvészeltük ezt az időszakot, és Hargita megye olyan turisztikai látványosságokat, olyan turisztikai kínálatot tud az ide látogatók elé tárni, ami a családok számára főképp élvezhető, és erre szeretnénk a jövőbe helyezni a hangsúlyt. Ennyi volt már az aktuális, köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!